Köszöntöm a Paletta Kulturális Magazin valamennyi nézőjét. Hát a mai naphoz képest kereken egy hét múlva ilyenkor már javában előadás lesz a Vörösmarty Színházban, ahol a Székesfehérvári Balett Színház most már egy kibővült társulati tagszámmal mutatkozik be. Az október 16-ai Bolero címet viselő estről beszélgettünk a Balett Színház igazgatójával, Egerházi Attilával. Szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Nos, hát akkor mondhatjuk, hogy pörgős időszakban vagytok, gondolom próba hátán próba, és folyamatosan űzitek úgymond az ipart a Malom utcai táncház próbatermében. Igen, ez elég stílusos, pörgős, valóban mi pörgünk, forgunk. Hát igen, ez egy dinamikus műfaj, a tánc, és nem csak a színpadon az, vagy a próbateremben, hanem a szervezésbe és az előkészületekbe is, hiszen nagyon sok feladat áll előttünk. És itt rögtön az október 16-ai jövő hét keddi Bolero című estünk, amely esten egyébként a Bolero mellett, amit már játszottunk a városban, de nem elégszer azt gondolom ahhoz, hogy mindenki láthassa. Egy vadonatúj bemutatóval készülünk, ez a Zárt függönyök című balett, úgyhogy szerintem egy nagyon izgalmas, eklektikus összeállítású kortárs balett estről van szó. Meg hogyha jól tudom, akkor ez lesz az első ilyen három egyfelvonásos estje is a társulatnak. Hát igen, elsősorban azért nagyon fontos, ez egy mérföldkő, ez az első mérföldkövünk, mert augusztus 1-ével működünk úgy, hogy mint intézményként, mint a Város Új Kulturális Intézménye, tehát egy nagyon fiatal társulatról beszélünk, és említetted, hogy kibővült létszámmal, igen, hát amikor az előszobáról beszéltünk, még akkor nyilván egy csökkentett létszámmal 6 táncossal, 4 plusz 2 táncossal, 2 vendégtáncossal működtünk, most már 13 táncművésze van a Székesfehérvári Balett Színháznak, és hozzánk csatlakozik még 7 gyakornok, végzős növendék, illetve akik valahol már végeztek valamilyen táncművészeti iskolába, intézménybe, és ők is velünk dolgoznak, olyan balettekben is föl fognak tudni lépni, mint majd mondjuk a diótörő, tehát olyan cselekményes balettekbe, ami egy nagyobb létszámot igényel. Igen, de a Zárt függönyök bemutatóján is azzal számolhatunk, hiszen itt már azért a palettában is láthattak a nézők egy ízelítőt arról, hogy jártunk kint nálatok a próbán, és ott is már sokkal több szereplőt mozgattok, mint mondjuk a Bolero vagy a Blablabla bla, bla esetében. Igen, hát majdnem a teljes létszám. Mondjuk nem egészen, hogy a 13 táncművészünk van, itt 10 fő, a Zárt függönyökben 10 táncos, 5 pár szerepel, de ez azért is nagyon jó, mert adott esetben egy táncegyüttesben először is van második szereposztás is, ami lehetőséget ad többeknek, hogy kipróbálják magukat, illetve a közönségnek is izgalmas, hogy esetleg érdemes megnézni egy balettet egy másik szereposztással, mert átformáljám azért a darabot egy más előadó. És hogyha ne adj Isten, nem kívánatos, ez nagyon halkan mondom, azért sajnos előfordulhat egy sérülés egy balettszínházba, akkor kell, hogy legyen tartalék, tehát ezért is fontos a létszám. Azt is említetted itt az elején, hogy egy nagyon színes estre számíthatnak az érdeklődők majd október 16-án. Honnan indulunk el és hova jutunk? Ez az érzelmi töltés kérdése, ez mindig izgalmas a Balett Színház esetében. Pontosan. Az est szerkesztése is egyébként ez az érzelmi töltés, amit említettél, szerintem tetten érhető a dramaturgiai szerkesztésen, mert ahogy a Boleróról, amit én rúzsnak nevezek, ez a fokozatosság, ez a fokozódás, mind a crescendóban, mind hangerő erősen, mind pedig ahogy több hangszer belép, ez tetten érhető. Ugyanúgy az est szerkesztése is, hiszen lírai hangvételű darabbal indulunk, és fokozatosan érünk el a Boleróhoz, ami az est záró akkordja. Zárt függönyök itt, mire számíthatunk? Ez a sokat sejtető cím, nálam a cím nagyon fontos, mert nagyon sokat elmond az adott balettről. Ez egy költészet. Ez egy, tulajdonképpen arról szól a darab, hogy mindannyiunkban találhatóak olyan zárt fakkok, ajtók, amiket lassan, ugye a gyerekkortól
a növekedésünk során bezárunk magunkba, és sokszor nem is tudjuk, hogy mi rejlik ott. És a színház varázsa az, hogy ezeket az ajtókat kinyitja, és a katarzis megteremtése révén gyakorlatilag az ember megtisztul, megkönnyebbül. Ez sokszor érezni színházban, hogyha egy erős egy előadás, hogy a katarzis által valami kiszabadult a bezárt függönyök mögé, ajtók mögé. És tulajdonképpen, amikor elmegyünk egy színházi előadásba, nagyon izgalommal és várakozással várjuk, jó magam is, amikor nem tudom még mit fogok látni, van egy cím, van egy téma, és zárva van egy függöny. És akkor egyszer csak, amikor elkezdek az előadás, kinyílik a függöny, és akkor legtöbbször nem azt kapom, amit várok, de ebbe ez a jó. Tehát én azt tudom mondani a nézőknek is, hogy engedjék szabadjára fantáziájukat, ne jöjjenek, ha lehet, prekoncepciókkal, ne jöjjenek elvárásokkal, mert akkor esetleg csalódni fognak. Pont ez a szép benne, hogy valamit kapunk, amire nem számítottunk. És pont a meglepetés által tud megteremtődni a katarzis, hát valami ilyesmiről szól az zárt függönyök is. Tehát kinyílik a végén a függöny? Hát már az elején kinyílik a függöny, tehát nem egy zárt függöny mögött fogunk táncolni. Igen, hát én ez a cél, hogy kinyíljon az a bizonyos függöny a nézőkben, és ki találkozom tulajdonképpen saját magával, mint minden színházi előadás tükröt tart a közönségnek, más nem tudunk abba felfedezni, mint saját magunkat, ami megélt élményeinket, de valahogy máshogy. És mivel más beszél ezekről a dolgokról, másként, mint ahogy mi ezt megéltük, ezért valami új minőség jöhet létre előadó és néző, néző és előadó között. Tehát ez mindenképpen a színház számomra egy interaktív dolog. Tehát a nézőnek is től is elvár, ha szabad így mondani, egy aktív jelenlétet. És ez a színházban az izgalmas dolog. Amennyire a cím nálad fontos dolog, úgy, ahogy korábban beszélgettünk, nekem úgy tűnt, hogy a zenei választás is hasonlóképpen meghatározó. Rettentő fontos, főleg hát ugye a táncszínház esetében, ahol kézenfogva jár a zene és a tánc. A vizuális és az akusztikus élmény, van is egy ilyen darabom, nem tudom, talán egyszer bemutatjuk Fehérváron is, angolul, mert Csehországban készítem, Sounds and Pictures, hangok és képek. Ez maga a táncszínház. Nagyon fontos a zenei választás, mert sokszor legjobb esetben a zenében már benne van a történet. Vagy a hangulat. Vagy a hangulat, csak ki kell bontani belőle, úgy, ahogy a szobrászok mondják, hogy már a kőbe benne van a szobor, csak a felesleget le kell fejteni róla. Tehát nekem a zene nagyon fontos, én muzikális ember vagyok, én a zenéből indulok, én megpróbálom minden esetben láttatni is a zenét. Amellett, hogy történetet is mesélünk el, ugye majd a diótörővel, de amellett nagyon fontos az, hogy láttassuk a zenét, ne csak halljuk. És azt is már így megfigyeltem, hogy szereted mondjuk nem is az, hogy ütköztetni a zenéket, de hogy mondjuk a kortárs a klasszikusokkal jól összeilleszthető. Ez is most itt várható dolog lesz majd? Igen, a zárt függönyökben igen. Hát nyilván egy diótörőben nem, tehát meg vannak ilyen, egy Rómeó és Júliában nem, mert ott Prokofjev a zeneszerző, de én nagyon szeretem az eklektikát. Persze jó ízléssel, remélhetőleg jó ízléssel összerakva, hiszen mi is eklektikusan élünk, tehát nagyon ritka az a lakás, hogy csak Biedermeier van berendezve, vagy csak IKEA-val van berendezve. Tehát mi szeretjük az eklektikát az életben. Miért ne legyen a színházban, vagy a zenei választásban is eklektika, de nem mindegy, hogy rakom össze a különböző stílusú bútorokat. Ebbe rejlik egy ember egyénisége, sokat elárul az egyéniségéről, hogyha elmegyünk a lakásába, és megnézzük, hogy rendezi be. Nem kell annak feltétlenül egy kolóniállal berendezni. Ez is lehet persze, az is egy szép dolog, de ha egy izgalmas egyéniség van ott, azért valamilyen formában tetten érhető az eklektika, így a zenei választásban nálam is szeretem az eklektikát. Igen. Említetted az interaktivitást, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ezen az este egy interakcióval indul a közönséggel, egy találkozóval indul maga a program, hiszen 7-kor kezdődik az előadás, de már 18 óra 15 perctől érdemes lesz oda menni mindenkinek, aki érdeklődik a balett iránt. A balett iránt és az előadás iránt, és nagyon köszönöm, hogy ezt említetted, nem csak ezen az előadáson, minden egyes előadáson egy prológgal indul, ha szabad így mondani, egy interaktív közönség találkozóval. Mi negyed hétkor már ott várjuk a közönséget, akiket érdekel, hogy beszélgessen a darabról, az adott produkcióról, vagy akár a balett színházról, vagy akár a műfajról. Negyed hétkor a színháznak a foajéjában
én is ott leszek, táncművészek is ott lesznek, és kolléganőm Láposi Réka is, aki a színháztól igazolt át hozzánk, ő is ott lesz, és a színházról, a táncszínházról, erről a balettestről lehet nagyon intenzíven, viszonylag rövid idő alatt, 20 perc, fél óra maximum, hiszen a táncosainkat el kell engedni, hogy készüljenek az estre, beszélgetni, és kérdéseket is föltenni. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit egyrészt az előadásra, és negyed hétkor a Vörösmarty Színház foaiéba, előcsarnokába ott. Akkor ez egy ilyen beavató program, egy beavató az estre program, mondhatjuk pontosan, ezt így, ugye? Pontosan, és ez egy állandó rovatunk lesz, ez minden egyes előadásunk alkalmával. Ez a találkozó, ez létre tud jönni. Most már ugye egy kibővített létszámmal zajlanak a próbák, és hát azóta úgy folyamatosan így zajlik a Balett Színház élete. Mi a tapasztalat, mennyire szokott össze a csapat, hogyan látod ezt, mint igazgató, vagy mint akár koreográfus? Meglepően gyorsan, azt kell, hogy mondjam, ez annak is köszönhető, hogy én egy maggal érkeztem, és e köré építjük a társulatot tulajdonképpen. Társulat építés az ez mindig egy hosszú folyamat. Nem lehet megjósolni, meddig tart, mert ez egyedi, ezt nem lehet megmondani, de években mérhető. Én azt mondom, hogy nagyon meglepően gyorsan halad az, hogy a társulat összeérjen, de még mindig nagyon korai erre választ adni, hiszen most még mindig a szülőszobában vagyunk, még nem lehet megmondani ezt. Tessék, hogy milyen lesz a gyerek színe, milyen lesz a szeme színe, milyen lesz a haja színe, még nem bújt ki, tehát még mindig dolgozunk rajta, de nagyon-nagyon biztosan, nagyon jól haladunk. Honnan érkeztek a csapattagok? Ez is eklektikus, nagyon sok helyről, hát természetesen Magyarországról, vannak fiatal táncosaink, Spanyolországból, Olaszországból, Franciaországból, ki ne hagyjak valakit most hirtelen, nem tudom. Tehát a nagyvilág minden részéről. Ez mondjuk a műhely munkában mit jelent? Mert nyilván van egyfajta iskola, amit te képviselsz, meg az a gondolkodásmód, meg az a látásmód, ahogy te dolgozol, de gondolom, hogy azért akik otthon a saját műhelyükben felszedegettek valami tudást, azért ez is inspirálóan tud hatni, nem? A csapatra is, vagy akár rád is? Nagyon is. Egyébként minden egyes balettársulat ind idehaza, mind a világban megvan a jó esetben a stílusjegye. Tehát ettől unikális egy társulat, és mi is szeretnénk azok lenni. Nyilván ez a vezetőn múlik, illetve a társulat művészeti arculatát meghatározó emberen, de én ebbe is nagyon szeretem az eklektikát, mert nem csak egymagam szeretnék koreográfus minőségben dolgozni a társulattal, de az első időben ez fontosnak érzem azért, mert azáltal, hogy én koreográfusként is és próbavezetőként is dolgozom velük, ez egy tanítási folyamat, ez egy tréning is, hogy összecsiszolja a társulatot, de már jövőre szeretnék hívni vendégkoreográfust, és az idővel lehetőségekhez mértem minél többet, hogy a repertoár is eklektikus legyen. Igen, egy irányba gondolkozom a táncszínház irányba, de azon belül, hogy egy irányba gondolkozom, az ez a sáv, amin haladunk, nagyon széles. Tehát nagyon sok minden elfér rajta, és el kell, hogy férjen rajta, mert attól lesz izgalmas a repertoár, és sok színű az a stílus, amit szeretnénk bemutatni. Nos, akkor itt beszélgetésünk végén én mindenképpen vissza barangolnék az október 16-ához. Akik érdeklődnek az előadás iránt, akkor gondolom, hogy a szokásos felületeken tudnak érdeklődni a jegyek iránt is. Pontosan, tehát online.jegy.hu-n most már elérhetőek a jegyek, lehet venni. Vannak kedvezményes jegyeink, amik viszont jegy.hu-n nem lehet, hanem csak a Vörösmarty Színházban, az Arsó, tehát a zenekarnak a jegypénztárában lehet venni az előadásunkra és az előadásainkra a jegyet. A diákoknak és a nyugdíjasoknak van egy nagyon kedvező jegyár, 1500 forint, és ezzel is szeretnénk motiválni a fiatalokat, és a lélekben fiatal nyugdíjasokat, hogy jöjjenek a táncszínházi előadásokra, mert ez egy olyan új műfaj a városban, ami egyébként nagyon közel áll a színházhoz, azt kell, hogy mondjam, csak nem szavakkal, hanem mozdulatokkal, egyébként sok esetben beszéd is elhangzik, pont említetted a blablablát, de hasonlóképpen színházat művelünk mi is, de tánccal, zenével, úgyhogy már elérhetőek a jegyek, jöjjenek minél többen,
és találkozzanak velünk, találkozzanak a művészekkel, és ezekkel a csodálatos balettekkel. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. Nézőinknek pedig felhívnám a figyelmüket, hogy is természetesen minden fontos aktualitás megtalálható a Balett Színháznak a honlapján is. Megyünk tovább, és maradjunk egy kicsit még a színházba, ahol nemrégiben egy ősbemutatónak adott otthont a Vörös Marti Színház. A Perej Uram című darab a székesfehérvári Sobor Antal kisregényéből készült, a drámai cselekményi történet pedig valós alapokon nyugszik, és Szikora János rendezésében vitték színre az előadást. Nézzük meg az összeállításunkat. Egészségünkre, uraim, és Fölhétszörmesterre! Fölhétszörmesterre! A Vörösmarty Színházban Szikora János rendezésében nagy sikerrel mutatták be Sobor Antal Perej Uram című regényének színházi adaptációját, amelyet Román Károly alkalmazott színpadra. Ennek a történetnek a drámaisága, a megrázó tragédiája pontosan abban van, hogy egy nagyon egyszerű történet, nagyon egyszerű emberekkel történik, de miért is? Miért kell másfél nap alatt, fényes nappal agyonlőni két papot? Hogy van ez? Annyira egyszerű emberekről van szó, hogy Csák Berény vagy Nagy Igmánd község határán túl már szinte senki nem tud róluk, pedig abban a faluban még ma is ápolják az emléküket. Mi már nem emlékszünk rájuk. Nem voltak hősök. Egészen egyszerű emberek voltak. Egészen egyszerű szavakat használtak. Mint ahogy ez az egyszerűség hatja át az alapművet, a Sobor Antal alapművét is. Egyszerű hétköznapi szavak, mondatok, és ebből kisejlik egy történet, és a történet mögött pedig ott van rejtetten, burkoltan, maga a szörnyeteg, maga a terror. Vunyevszki százados úrnak a Móri tábora. Százados úr, a legrövidebb úton tartóztassa el a csákberényi papokat, Manz Bart, római katolikus, és Szikszai evangélikus, hallgassa ki őket a tevékenységük felől, majd késlekedés nélkül szállítassa át őket az iratokkal együtt a Nagy Igmándi fő hadiszállásra további eljárás vége. A darab története az 1848-as magyar szabadságharc leverésének utolsó időszakából elevenít fel egy megrázó epizódot, amikor egy kis falu, Csák Berény, melynek marokni népe hősiesen védi szabadságát és kivívott jogait, a császári zsoldosok rémuralma alá kerül. Keresem a jó szót, de leginkább a sokkolóhoz hasonlít. Mert abból a szempontból nehéz, ezen is gondolkodtunk sokat, hogy tulajdonképpen nem egy olyan típusú talányos színdarab, amikor fordul balra, fordul jobbra a történet, és a végén egy meglepő vagy ijesztő végkifejlet fele tart, hanem az első pillanattól nagyjából tudjuk, hogy mi várható. És mégis ennek az átélése, hogy ezen végig kell mennünk, ezeken a lépcsőfokon, ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy tényleg be is meg is történik az, amire számítunk az elejétől fogva, ez mégis valamitől furcsa és meglepő egyébként, hogy még így is mennyire sokkoló ezt átélni. A falu két lázadó papját, a református Szikszai Jánost és a római katolikus Manz Bart Antalt, akik a szószékről kihirdetik a debreceni trónfosztó határozatot, a függetlenségi nyilatkozatot, letartóztatják, s elhulcoltatásuk előtt végig kell nézniük legjobb híveik durva sanyargatását. Nekem egy nagyon új terep, ebbe belegondolni, hogy milyen ezeket átélni, milyen ezeket megélni, és milyen hatással van nem csak arra az emberre, akivel történik, hanem a környezetre is. Én azt gondolom, hogy mindenképpen, ha valami, akkor a hit az, ami egy iszonyatosan hatalmas erő. És ezt, aki tudja közvetíteni okosan, annak nagyon nagy ereje van. És ők szerintem nagyon okosan közvetítették a hitüket, illetve a bátorságukat ebben az egész szörnyű történetben. Az igazság tolmácsolásában, a nemzet lelkiismeretének ébrentartásban felelős prédikátorok hite, lelkiismerete kizárja az árulás lehetőségét. Gáspár Sándor megformálásában Szikszai János református lelkész egyszerű, minden alkut elutasító embert mutat meg. Azt hiszem, hogy ennél az igazságnál és gazdagságnál van még valami, ami hasonlóképpen nagyon
értékes lehet ebben az előadásban, az emberi momentum. Tehát annak a kérdése, hogyha ilyen hittel és karizmával léteznek emberek, mi az, amikor ott vannak a halál küszöbén, és minden elfogy, és minden reménytelenné válik, és ezeket az emberi dimenziókat, ezeket a kiszolgáltatottságokat próbálják a két pap egymást erősítve, végül is valóban egy olyan közös hitté formálni, ami méltóvá teszi őket, mondjuk ki, a mártíromságra. Hajnaú Tábor szernagy rémuralmának napjaiban statáriális bíróság elé kerülnek, halálra ítélik, és a Komárom megyei Nagyigmándon kivégzik őket. Szikora János rendezésében megőrizte Sobor Antal realista prózájának példásan egyszerű tömörséget, kivételes drámaiságát. A fantáziának erősnek kell lenni, figyelni kell az életben olyan embereket, olyan gesztusokat, olyan, sőt, saját magunkat is, amikor egy-egy ilyen helyzetben vagyunk, hogy akkor mik azok az úgynevezett eszközöket, amiket használunk, hogy megy fel a púzusod, hogy ugrál a szemed, milyen gesztusaid vannak ezek, szaporodnak-e, vagy visszafojtod-e őket, és ezen keresztül érződik át inkább a fűtöttség. Ez is a munkának a szépsége. Sobor Antal a szerző 2002-ben a Kossuth Rádióban így fogalmazott: mindig az lebegett előttem, hogy én ezzel a könyvvel emlékművet állítok. Azóta természetesen Csák Berény község is állított emlékművet, utcákat neveztek el a hősökről, és megbecsülik emléküket. Az utókor gondoskodott róla, hogy hőseit, a morális helytállás példáját ne feledjük. Értetetlen, hogy mindig így lesz ezután, szól az egykori meghívó üzenete, ami a szomorú valóság is egyben. Mert valóban Sobor és Román tanár urak már nem lesznek köztünk emberi valóságukban. Hozzá kell szoknunk, hogy csak műveiken, tanításaikon keresztül találkozhatunk velük. Így történt ez a Vörösmarty Színházban is, a Perely Uram dráma bemutatója előtt. A mai nap számunkra a gyász mellett a köszönet napja is, mert Sobor Antal kisregényéből Román Károly színházi adaptációjával bemutatott mű az utókornak adott ajándék. A mű alkotói üzennek nekünk, hogy a magyarok sok küzdelemmel és vérrel kivívott szabadsága nagyon drága ajándék, amit vigyázni, őrizni kell, és a megtartásáért áldozatot hozni mindnyájunknak kötelessége. Szikora János a teátrum igazgatója, aki rendezőként is jegyzi a drámát, nem titkolta, amikor Bakonyi István irodalomtörténész, a két legenda barátja először megmutatta neki a darabot, némiképp idegenkedett tőle. Megismerve azonban, azonnal tudta, kincsre lelt. Amiről szó van, a Perely Uram című kisregény, és ami mögötte van, a történet, a Csák Berényi történet, ami Csák Berényen kezdődik és Nagyigmándon végződik. Most ez a történet itt játszódott kőhajításnyira tőlünk, és a magyar történelemnek egy ismeretlen kis epizódja, de mégis ebbe az epizódba, akik végignézik, érteni fogják az üzenetet, és érteni fogják, hogy ebbe a kis epizódba benne van egész történelmünk. A dráma bemutatója megerősítette, Sobor Antal és Román Károly egy olyan történelmi pillanatot ábrázolt, olyan hiteles korképet mutatott, nemzeti sorstragédiánk olyan eddig ismeretlen kicsiny szeletét adta nekünk, ami javunkra szolgál, és nem csak október 6-án. Mindig így lesz ezután. A Paletta magazin végén pedig a Kápolnás Néki Halász kastélyba látogathatunk, amelynek története szorosan összefort a Schweidel családéval, hiszen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után Schweidel József tábornoknak, az aradi vértanúnak a lányát, Schweidel Annát, Halász Gedeon vette feleségül. Így került Kápolnásékre egyébként az a kereszt is, amelyet a vértanú a kivégzésekor a kezében tartott, és erről is beszélgettünk a tábornok dédunokájával, Kircs Anna Máliával. Az aradi vértanúk emléknapján, a nemzeti gyásznapon közösen rótták le kegyeletüket a Fejér megyeiek, kápolnásnyékiek és a határon túli magyar irodalom képviselői, valamint az aradi vértanú Schweidel József tábornok dédunokái, a hős mártírokra emlékezve. Mécsesek, koszorú, a kegyelet virágai kerültek a családi kereszthez a dabasi halászkasténál.
kápolnásnyéki kastély története szorosan összeforrt a Schweidel családéval is, hiszen az 1848-49-es szabadságharc leverése után Schweidel József tábornok aradi vértanú lányát, Schweidel Annát Halász Gedeon vette feleségül, így került kápolnásnyékre az a kereszt is, amelyet Schweidel József a kivégzésekor a kezében tartott. Egyik szépapám miatt vagyunk itt, őt ünnepeljük ezen a nemzeti gyásznapon, hiszen hát az eradi vértanok körül az egyik volt, aki a 13-ból ott veszítette életét. A négy közül az egyik, aki úgymond kegyes halálban részesült, és Golyó és Lötbor általi halált szenvedett. És annak a kapcsán vagyunk most itt, hogy az ő leánya egy dabosi halászhoz ment hozzá a feleségül, és hát ebből a házasságból született a mi nagypapánk, aki egykor ennek a kastélynak utolsó tulajdonosa volt, és egyben a mi szeretett nagypapánk. Tehát mi egyenes ágon ünnepeljük a vértanú Schweidel Józsefet. Mi az, ami megmaradt az utókornak, vagy akár a családnak? Hát sajnos a családot olyan sok hányatatás, menekülés és kitelepítés és mindenféle érte a történelem során, hogy sajnos tárgyi emlékeink nem nagyon maradtak fenn, pont ebből kifolyólag. Hát inkább az emlékét őriztük, és nagymamánk erre nagyon adott, hogy abban az időben, amikor még nem volt éppen előnyös az efféle származás és az ilyen ünneplés, ő minden évben elvitt minket ezen a napon az értük szóló gyászmisére, és tulajdonképpen így ünnepelt a család eddig, de hát szerencsére ez a rendszerváltozással megváltozott. Azt is mondhatjuk, hogy azért mindig előkerülnek izgalmas dolgok a múltból. Igen, néha megtalálunk egy-egy érdekes dolgot. Most például egy üvegpoharat találtunk meg, amit 905-ben fölapatott emlékszobra Zomborban vértanú szépapámnak, és akkor valószínűleg kiadtak ilyen emlékpoharakat, és ebből egy valamilyen rejtélyes dolog folytán nem tört össze, és ezt most oda ajándékozzuk emlékül a kastélynak. Ahol már van egy hasonló pohár. Igen, ahol már találtak egy valahol dolgokat, úgyhogy az előkerülnek dolgok, gondolom itt a faluba is többnyire azért megtalálnak valami hányattatások során, például ezek a berendezési tárgyakból már egy pár ide került, ami hát nyilván a véletlen folytán volt, de hát mivel erre vonult a háború és a front, hát ez a térség nagyon szenvedett a háború által, és hát sok minden áldozatául esett ennek. Maradt-e még valami fent a családi legendáriumban a kastélyról, a kastélyhoz vonatkozó történetekről? Hát sok-sok legenda van, de ami nem legenda, hanem valóság, hogy a szépapánk a vesztőhelyen egy feszületet hordott magánál, és ezt a kivégzésekor az áldoztató minorita pap eljutatta a családhoz, és ezt, amit ő ott a vesztőhelyen oda adott neki, ezt eljutott a családhoz, és ezt a családtól a nagypapám, Dabasi Halász Gedeon megörökölte, és ő ugyan református volt, de nagymamám viszont, mikor megnősült, katolikus volt, és ezt a katolikus egyháznak úgy adományozta oda ezt a feszületet, hogy egy monstranciába építette be, tehát annak a tetejét volt hivatva díszíteni, és amikor itt kápolnásnéken katolikus templom volt, akkor ez oda került, de sajnos ez is a háború áldozatául esett. Elhelyezték a hős tábornok emlékére készült poharat is az állandó kiállításban, mely 1905-ben készült, az első köztéri alkotást őrzi Schweidel Józsefről. Az aradi vértanúk emléknapja verses megemlékezéssel zárult a Vörösmarty Társaság résztvevőivel. Kedves nézőink, ez volt már a Paletta magazin. Legközelebb egy hét múlva számítok majd a figyelmükre. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!